Áldásosztó kezétől ments meg, uram, minket. Aranyos gyerek, mondta róla egy szurkoló. Ha nem nyer meg 3 olimpiát, akkor is aranyos. Egyszerű, nagyszerű, jellemes ember. És az a kacsintása Helsinki olimpiai dobogó tetején. Mindenkinek van egy története róla. Művész, barát, sportoló, kortárs, ifjú. Mindenki valahogy a hatása alá került. 4 nehéz év szállt el, és 1952-ben újra sikerült. Helsinki felől dübörgött az aranyvonat. Komáromban óriási tömeg, és Laci mesél. Tudjátok, srácok, jött ám az afrikai, de akkor már nem volt mese. Adler Zsiga is így bíztatott a harmadik menetelő. Az ellenfélnek már nem volt vesztenivalója, jött, mint a veszedelem. Tudta, csak úgy győzhet, ha kiült. Na csak gyered! Én védekeztem, gondoltam, hogy a nagy rohanásban egyszer majd csak nyitva hagyja magát. Hát persze, hogy nyitva hagyta. Én odabögtem, és az altató rögtön hatni kezdett. A bíró számolt, elmentem a sarkomba, és már tudtam, hogy Zsigának megint igaza volt. Megvan a második. Pap László harmadszor is olimpiai bajnok. A dilani tökű magyar fiú véghez vitte azt, ami eddig még senkinek sem sikerült. I never forget that fight. Never. Soha nem felejtem el azt a meccset, soha. Sok csatára egyáltalán nem emlékszem. A Pap Lászlóval vívott olimpiai döntő utáni profi meccsek egyikére sem emlékszem annyira, mint arra a mérkőzésre. Vitathatatlanul ez volt életem legnehezebb boxmeccse. A profi világbajnokai voltak a legnagyobb sztárok, de ő egy igazi született bajnok volt. Már akkor tudtam, hogy a tudása a profi kvalitásával ér föl. Thank you.